Ebben a videóban egy képnézegetőt fogunk csinálni a jQuery segítségével. A dokumentumunk úgy fog kinézni, hogy be van húzva egyszer a jQuery, be van húzva egy slideshow.js, ami jelen pillanatban üres, ebben fogjuk majd a galériához tartozó JavaScript kódot megírni, illetve van még egy style.css nevezetű fájlunk, amit ebben az ablakban fogunk szerkeszteni. A könyvtár szerkezet úgy fog kinézni, hogy van egyszer a JS könyvtár, ugye ebben van a jQuery, illetve a slideshow, van egy Images könyvtár, ebben én elhelyeztem 7 darab képet, ezekkel fogunk tesztelni. Minden képnek a mérete 600x400 képpont. És akkor ugye van a gyökér, ahol van egy index.html, ez a fájl, illetve itt van még a style.css. Húzzuk fel először is azt, hogy hogyan fog kinézni a galériánk. Kezdjük az unalomig ismételt konténerrel. Ebben fogunk elhelyezni minden egyes elemet az oldalon. A konténeren belül két fő elemet fogunk használni, az egyik lesz, amiben a képek fognak megjelenni, ezt nevezzük el galerinek, és alatta pedig csinálunk egy navigációs sávot, ahol az egyes képek között lehet majd váltogatni, illetve az egyes képeknek a címét fogjuk megjeleníteni, ezt nevezzük el akkor navigationnek. A galerián belül egyelőre csak egy képet fogok betenni, aztán majd ha elkészült a dizájn, akkor berakjuk a többit is. Azt mondtuk, hogy az Images könyvtárban vannak, és úgy vannak elnevezve, hogy 01.02.03 stb.jpg, és akkor adunk a képeknek alt teget, illetve alt paramétert. Megnézzük az első képet, azt mondjuk, hogy mondjuk ez egy mező. A navigáción belül akarunk csinálni egy olyat, hogy bal oldalon lehessen visszafelé lépkedni, jobb oldalon pedig előre lépkedni a képek között. Hozzunk létre akkor három darab divet, középre pedig akkor ki fogjuk írni azt, hogy az adott képnek mi a megnevezése, ezt majd az altból fogjuk kiszedni. Tehát azt mondjuk, hogy lesz egy, mondjuk navigation left, ez lesz, ahol kiírjuk mondjuk a címet, tehát akkor ezt nevezzük úgy, hogy title, és lesz egy navigation right. A Navigation Left és Navigation Right-on belül egyetlen alteget fogunk elhelyezni, és ezek az altegek nem fognak linkelni sehová, viszont szükségünk lesz hozzá egy azonosítóra, hogy a jQuery-ben tudjunk majd rá hivatkozni. Ezzel fogjuk ugye az előző képet, tehát akkor legyen az, hogy Rev Image, és akkor írjuk is ide, hogy előző, és akkor lemásoljuk ugyanezt, berakjuk a jobb oldalihoz, és azt mondjuk, hogy következő, és akkor ez legyen a Next Image. A Navigation Title-on belül létrehozunk egy divet, és ebben fogjuk akkor kiírni az aktuális képnek a címét, vagyis a feliratát. Tehát az aktuális kép akkor nevezzük el úgy, hogy Current Image, és ennek fogjuk a címét, ez pedig legyen akkor Title. Ez alatt megjelenítünk egy feliratot, hogy hány kép található a galériánkban, és az adott kép az hányadik kép. Ehhez mondjuk nem szükséges még egy divet létrehozni, írjuk ki mondjuk span tagek között, spannak is kell adjunk egy azonosítót, hogy tudjunk majd bele értéket küldeni, és akkor legyen az első az, hogy hány képünk van összesen, tehát az legyen mondjuk úgy, hogy all images number, és akkor per jellel kírjuk szépen utána azt, hogy ez éppen hányadik kép. Ezt is egy span tagbe tesszük meg, és akkor ennek az azonosítója pedig legyen az mondjuk, hogy ugye az aktuális kép, azt úgy neveztük el, hogy current image, és hogy annak a száma, tehát akkor legyen current image nám. Nézzük meg most a böngészőben, egyelőre nem fogunk látni semmit, kezdjük el akkor megírni hozzá a CSS-t, hogy valahogy kinézzen ez az egész. Írjunk akkor egy általános definíciót először, nullázunk ki mindent, tehát a paddinget és a margint azt vegyük nullára, állítsunk be valamilyen alapértelmezett betűtípust, legyen tahoma, és akkor legyen egy alapértelmezett betűméret, legyen mondjuk 11 képpont. A bodynak a háttérszínét azt állítsuk a szokásos szürkére, és akkor térjünk rá most már a szerkezetre. Az első ugye ez a konténer lesz. Azt mondtuk, hogy a képeknek a mérete az 600 képpont széles, tehát akkor a konténernek a mérete az 600 képpont lesz. Középre akarjuk igazítani, fölül legyen egy kis hely, tehát 100 pix, autó. A konténernek adjunk valamilyen háttérszint, hogy nem mosódjon egybe a háttérrel, legyen mondjuk fehér. És hogy legyen egy kis eltartás majd a képek, illetve a konténer szélei között, adjunk rá még egy paddinget, ez legyen mondjuk 10 képpont. Nézzük meg, hogy eddig hogy állunk. Tehát a hátteret szürkére festettük, van benne egy 600 pixel szélességű konténer, amire rátettünk egy 10-es paddinget, és akkor alul van még három divünk, amit el kellene rendezni. Fölülről lefelé haladva ugye a
Gallery lesz a következő. A Gallery-ben fogjuk a képeket tárolni, tehát akkor ennek meg kell adjuk a fix szélességet és fix magasságot, tehát a szélesség az 600 képpont, a magasság az pedig 400 képpont lesz minden egyes képnek. Itt akkor más nem is adunk meg, és akkor nézzük tovább a navigációval. A navigation az elvileg rátapad, nem. Fölül és alul kellene egy kis helyet hagyni, tehát akkor csináljuk úgy, hogy alul-fölül 10-es padding, két oldalon nem kell semmi, mert konténer miatt eleve van rajta egy padding. Nézzük meg akkor a navigation leftet, illetve rightot, tehát navigation left, title és right. Az biztos, hogy mind a három floatolni fog, tehát a float leftet azt mindegyikre ráírhatjuk, mert ezeket egymás mellett szeretném majd elrendezni, és akkor a méreteket azt mindjárt szépen kiszámoljuk. De mivel ugye ezek floatolni fognak, ezért egy tisztázó divet azt ide be kell, hogy tegyünk, div class egyenlő clear, és akkor a clearhez szépen meg is írunk egy definíció, tehát a div.clear az ugye úgy fog kinézni, hogy clear boat. Közben azért tesztelgetem az eredményt, igen, mind a három egymás mellé fog kerülni, ugye floatolnak, és akkor még a szélességüket kellene valamilyen módon beállítani. Azt mondtuk ugye, hogy a gallery szélesség az 600 képpont, és akkor jó lenne úgy megcsinálni, hogy a navigation left és right az egyforma méretű legyen, állítsuk be a méretét mondjuk 140 képpontra, akkor értelemszerűen a másik is legyen ugyanekkora, és hogyha ez 140-280, és akkor abból ugye megkapjuk a 600-at, ahhoz hozzá kell adnunk 320-at, tehát akkor a navigation title-nak a szélesség az 320 képpont lesz. Ha sikerült az összeadás, akkor elvileg mind a három egymás mellé fog kerülni, viszont a jobb oldalit azt célszerűen jobbra fogjuk igazítani, tehát a navigation right-nál beállítunk egy text align right-ot, és akkor megnézzük, hogy sikerült-e. Így van, és a title-t azt pedig középre fogjuk igazítani, tehát ide ráteszünk egy text align centert. Egyelőre még nem sokat látunk, majd amikor jQuery-vel hozzáadogatjuk az infókat, akkor jobban fog kinézni, de azért egy tesztet írjunk rá szerintem, hogy lássuk, hogy fog kinézni, tehát azt mondjuk, hogy teszt, és akkor alatta meg fog nekünk ugye jelenni egy olyan, mondjuk, hogy van 20 képünk, és ez a 20 képből a 8. kép, tehát elvileg egy ilyen kinézetet szeretnénk, és akkor a title-ön belül van egy másik divünk, aminek az a neve, hogy current image title, ezt akkor tegyük szépen félkövérre. És akkor alatta hagyjunk ki egy kis helyet, tehát tegyünk rá egy margint, 5 pixel elég lesz. És annyit csináljunk akkor még, hogy a linkeknek adjunk valamilyen színt, lehetnek ezek is feketék, ezt akkor globálisan, tehát azt mondjuk az altegekre, legyen mondjuk a szín az fekete, és ne legyenek aláhúzva, tehát a text decoration-t azt vegyük le. Akkor tegyünk még rá egy hover effektet, tehát hogyha fölé mozgatjuk az egeret, akkor legyenek aláhúzottak, tehát a text decoration, az legyen underline. Eddig minden oké, és akkor azt mondtuk, hogy van nekünk, azt hiszem 7 darab képünk, így van 7 darab kép, ezeket most szépen leduplikáljuk. Ezt kivesszük, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, és akkor mindegyikhez írunk most valamilyen title-t. Közben én ezt kivesztem innen, hogy lássam egyszerre a képet, illetve a kódomat. Tehát a második az egy ilyen hullámos kép, ezt akkor írjuk azt mondjuk, hogy fodros hullámok, a harmadik azok esőcseppek, a negyedik az téli táj mondjuk, az ötödik az egy naplemente, a hatodik az egy vízcsepp, a hetedik az pedig legyen mondjuk azt, hogy őszi falevelek. Ez lesz akkor a hetedik képünk. És hogyha most megnézzük, akkor ezek ugye egymás alá fognak szépen kerülni. A positionnál mindjárt szépen egymás fölé mozgatjuk őket, tehát megkeressük a galerit, és azt mondjuk, hogy a galerin belüli összes img az legyen abszolút pozícionál, tehát a positiont azt állítsuk abszolútra. Ha minden igaz, akkor megjelentek egymás fölött a képeink, illetve egymás alatt. Megnézzük Internet Explorerben is, illetve Firefoxban, az eredmény eddig egyformának tűnik mind a három böngészőben. Annyit csináljunk mi meg, hogy akkor vegyük ki most ezeket a teszt feliratokat, és akkor innentől kezdve nincs más dolgunk, mint hogy jQuery-ben
megoldjuk a képváltogatást, illetve szerintem még annyit csináljunk akkor, hogy tegyünk rá még egy bordert ide hátulra, vagy pedig valamilyen árnyékot, hogy szebb legyen egy kicsit az egész. Tehát a konténerre tegyünk rá egy WebKit, Box Shadow-t, legyen mondjuk 5 pixeles, kiterjedés az nem kell neki, és akkor legyen mondjuk sötét szürke például 999, és akkor ugyanezt ráadjuk Moz Box Shadow, és akkor ráadjuk még a sima Box Shadow-t is. Megnézzük akkor, itt lesz rajta egy pici árnyék, ezzel szebbé fogjuk tudni tenni az eredményt. Ilyenben fölösleges is nézni, mert úgy sem működik, de majd egyszer hát, ha megvalósítják, hogy a Box Shadow az ilyen alatt is látszódjon. A következő videóban akkor nekiállunk megírni a JS fájlunkat, és megpróbáljuk működésre bírni a képgalériánkat.